Minden reggel 6 órakor itt voltam, és délután 4-ig itt dolgoztunk. Somogy Ilona 23 éven át dolgozott a nyugdíjfolyósító igazgatóságon. Osztályvezetőként a fegyveres erőknél dolgozók járandóságaiért felelt, pár hete ment nyugdíjba. Köszönöm. Házon kívül című műsorunknak azt mesélte, a 10 éve változatlan alapilletmény és a rossz munkakörülmények miatt sokan felmondanak, pedig a munka egyre több. Annyi plusz feladatot kap a nyugdíjfolyósító igazgatóság. Hát például a kresszvizsgadi nyelvvizsgapotlékot is a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósítja, holott ehhez semmi köze, mert ez nem nyugdíj. Bár több hivatalban épp a munkaerőhiány okoz gondot, a kormány szerint túl sokan dolgoznak a közigazgatásban, ezért nyáron bejelentették, hogy elbocsátásokra készülnek. Telefonálva érkezett a miniszter. A leépítésről tegnap este a miniszterelnökségen tájékoztatták a szakszervezeti vezetőket. A minisztériumokban és háttérintézményekben a tervek szerint több mint 6800 státuszt szüntetnek meg. Ezek egy része most is betöltetlen, és a feladatokat a többi dolgozó végzi el. A miniszterelnökséget hiába kerestük, kormányzati forrásból azonban úgy értesültünk, hogy nagyjából 3000-en veszíthetik el az állásukat. Körülbelül 18%-os leépítést tervez a kormány. Gulyás Gergely miniszter a Hír TV-ben azt ígérte, a maradók átlagosan 30%-os béremelést kaphatnak. Az erről szóló törvényt még idén elfogadhatják. Egy olyan új bértáblát tervezünk, ami fizetésemelést, négyes fizetésemelést jelent, tehát itt sem pénzt akar az állam megspórolni, hanem azt szeretnénk, ha kisebb, hatékonyabb, adott esetben a magasabb fizetések által még jobban képzett közszolgálat és közszféra működhetne Magyarországon. Egyes embereknek komoly krízist idézhet elő. A szakszervezetek szerint, ha ugyanannyi feladatra kevesebb ember jut, akkor lelassulhat az ügyintézés és a hivatalok működése. Ha nem lesz feladatcsökkentés, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, aki marad. Mert egyrészt újraosztják a béreket, egyéni érdeksérelemmel fognak szembesülni, másrészt többet kell ezért dolgozni, nem 8 órai munkát, hanem többet. Mivel a leépítés januárban lép életbe, az érintetteknek várhatóan évvége előtt felmondanak. Aki marad, az is januártól kaphat magasabb fizetést.